Szevasztok, ez itt a Game Day iroda, és most elmondjuk nektek Istivel, hogy hogyan nyerjetek egy csomó drónt. Jöjjön az intro! Amint tudjátok, eddig voltak a Telekomnak a Legyél te is informatikus versenyei, most viszont ami következik, az a Legyél te is alkotó elme. Így van, különböző kreatív feladatokat kell megoldanatok, amik tantárgyakhoz kapcsolódnak. Kevés programozás lesz, szám szerint igazából most csak egy, lesz egy Excelhez kötődő feladat, amire nem is gondolnátok egyébként szerintem, hogy ez egy programozói feladat, holott igen, és ennek a kreatív megoldását várja majd tőletek többek közt a Telekom, de hogy mik következnek, azokat a feladatokat mindjárt mi is megoldjuk Istivel. Előtte viszont el kell mondanunk, hogy április 29 a jelentkezési határidő, de már április 23-án elindul a verseny. 4 plusz 1 fős csapatok jelentkezését várja a Telekom, 4 diák plusz 1 tanár. 5 héten keresztül 5 különböző tantárgyhoz kapcsolódó feladatot fogtok tudni megoldani kreatívan. Lesznek heti győztesek is, illetve egy all-around nagy csapatgyőztes. A heti nyeremény az összes csapattag számára egy DJI drón, a fő nyeremény a győztes csapat számára egy menőbb DJI drón, a külön díj a legjobb videót készítő csapat számára pedig Osmo Mobile lesz. Úgyhogy érdemes játszanotok abszolút, tök érdekesek a feladatok. Imre, nézzük meg őket szerintem. Yeah! Munkatárca. Safety! Vegyi anyagok! Polipropilén kapszula. És maga a kísérlet? Nátrium hidrogénkarbonát, közülfertőbb nevén szóda bikarbóna, illetve ecet egyesítése a teszt kapszulánkban. A nagyobban megy az ecet, a kisebb a szóda bikarbóna. A nagy robbanás érdekében minél többet teszel bele. Ecetből is minél többet? Ne! Mert az ecet büdös. Laborban vagyunk. Parancsoljon, kollega! Nagyon szépen köszönöm. Önnek egy feles. Egyébként úgy adtad oda, hogy majdnem elmondtad. Ledobja, de lehet, hogy nem kéne. Nem kéne. Az egyik kapszula részben szódabikarbóna, a másikban ecet. Ezeket összeöntjük, és figyeljük a hatásokat. Na! Va! Safety first! Safety first! El ne felejts el a biztonsági előírásokat! Nagyon jó! A tökéletes dokumentáció érdekében egy plusz kamera állásból is rögzítjük magát a folyamatot. És mivel itt egy robbanásra számítunk, ezért ezzel az átlátszó üveg kupolával fogjuk lefedni. Ami teljesen robbanás álló. Az egész, üveg. Egész kísérleti alany. Úgyhogy felkészültél? Felkészültem. Forog a kamera? Forogó. Abszolút forgó. Egyes tete. Yes! Nagy volt a koncentráció, úgy érzem, és azonnal szétrobbant a teszt tárgyunk. Meglepően gyors volt. De igazából hiszen hihetetlen gyors reakciót láthattunk, viszont meg dokumentálva van. És áttörést értünk el. Visszanéztük a felvételeket, a rögzítés hibátlan volt, én azt gondolom. És a kísérlet sikeres. Abszolút sikeres volt. Ennyire megjött a napunk a Prisma rajz feladathoz, de ez nem probléma, mert Istinek van egy rettenetesen jó ötlete, azt mondta, hogy hasonlítok Elijah Woodra. Így van, és leginkább azt találtuk ki, hogy megcsináljuk azt a képet, ami a Sin City-ben van benne, ugye Elijah Wood. Leginkább erről a képről beszélünk, nem tudom, ez mennyire értelmes megmutatni, nem fogom az. Vágni. Bevágol, de mi? Jó, hát persze. Hát fák azok adottak, még nem is virágoznak annyira. Van kellékünk, hoztam ruhát, és van erős napunk, amit gégemből, ha megkapok, akkor elvileg majd megfesti úgy az arc élemet, ahogy a Sin City-ben volt, nem? A gégét? Vagy micsoda? A gallér a legfontosabb, de hát ez mégiscsak legyél jó kinéző. Van és a pulóver, igen. Pulóver, és... Nerd Basics. Köszi. Fekete-fehér a kép, úgyhogy tök mindegy, hogy milyen színű a pulcsi, mert... Teljes mértékben. Végeredmény fekete-fehér lesz. Így van. És így akkor... Van. Már most csinált ez a pszichopata karakteri. Várjál, még föl is dobom majd a napszemüveget. Elijah Wood. Hát, Elijah Wood vagy pedig Harvard freshman. Jó? Stop! Mi van? Hát ezek a szalagok a háttérben, meg ez a kuka. Alacsony vagy. Bocs! Egy pódium kéne neked.
Vagy esetleg legugolhatsz. Igen, nézd, ott van egy, arra föl kéne állnod. Szegénynek fáj a lába egyébként, tehát így csinálja meg. Egy mindig, igen. Igen, Imre. Na ez az abszolút pszichopata profil. Vannak fák mögöttem? Vannak. Jó. Imre, ebből már így ki is vághatnád. Jézusom, na jó. Igazából azt gondoltuk, hogy ez egy egyszerűbb valami lesz. Nem baj, a tökéletes képért tényleg megkezdte. Na ez most így, Imre, ez most így. Ú, de ki vagy égve. Ki vagyok. És a videóképen is? Már nem. Mutasd meg. Na. Hát, srácok, azt hiszem, hogy a mi kreativitásunk eddig tartott nem pont úgy néz ki, hogy azt elterveztük. Nem igazán, ennél azért egy picikét majd több kell, hogy a drónt meg tudjátok nyerni. Az applikációban nagyon néztek át, hogy milyen effektek vannak, mert mi nem igazán tettük ezt meg, és nem az lett, amit szerettünk volna. Srácok, kiértünk a Hősök terére, mert hogy mi a Szép Művészeti Múzeumot fogjuk most felvenni, valahogy úgy, ahogy azt a leendő feladat majd kérni fogja, találtunk egy nagyon régi képet a múzeumról, és megkeressük azt a szöget, ahonnan azt a képet elkészítették, de ilyen előre látom, hogy ott a légkalapács embereknél leszünk. Még jó, hogy ezt nektek nem kell hanggal fölvenni, csak egy álló fénykép lesz, mert nem kell megküzdenetek ezekkel az elemekkel, amit például mi itt Budapest közepén tapasztalunk. Igen! És srácok, micsoda különbség, mikor belsőben tudsz forgatni, és fel tudsz készülni a fix fényviszonyokra például, amik minket most érnek. Istikém, hogy áll a kezedbe az a retkes telefon? Ja, így. Na, filmkészítés 101. Nem kamerázunk vertikálisan. Oké? Okay. Igen. Oda kell figyelni a szimmetriára, vagy a direkt, de szépen nem szimmetriára. Nem mindegy, hogy mennyi hely van fej fölött, hogy helyezkedik az egy, kettő, akár három szereplő a képen. Az alapkamera mozgások pedig például a svenk az vízszintes kameramozgást jelent, míg a tilt az függőleges kameramozgást jelent. Ezeknek a jeleneteknek mindig van egy eleje és egy végpontja, és mindig van egy kis idő ráhagyva, hogy lehessen vágni a felvételt. Szóval ennyi, srácok, ez a kamerázás 101, és igazából ez volt a Legyél te is alkotó elme 101, tessék jelentkezni, tessék drónokat nyerni, és tessék sokkal kreatívabban megcsinálni mindent, amit majd meg kell csinálni. Egy kiköszönést vártál? Aha. Ja jó, ennyi? Sziasztok! Sziasztok!